Jelentős a sofőrhiány, folytatódik az OFA ingyenes gépjárművezető képzési programja. Eltűnt gyermekek világnapja, jelenleg 2000 fiatal és 600 gyermekkorú szemét keresnek hazánkban. Mobil appal segítenek, 450 millió forintból készült autistákat segítő mobil applikáció. Ingyenes sofőrképzéssel bővíti az állam a sofőrök számát a szállítmányozási szférában, de itthon továbbra is hiány van a kamionosokból. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az OFA támogatott programjában már 3600-an szereztek jogosítványt idén áprilisig. Az ágazatban jelentkező munkaerőhiány oka, hogy bár könnyebb támogatott környezetben új eszközöket szerezni, a potenciális munkaerő külföldre megy dolgozni. Több mint 3600-an szereztek eddig nehéz gépjármű és autóbuszvezető jogosítványt az ingyenes állami sofőrképzésben. Visszafizetési kötelezettsége csak azoknak van, akik nem fejezik be a képzést. A tanfolyamtól függetlenül a szállítmányozási szférában továbbra is hiány mutatkozik a kamionosokból. Magyarországon ez egy mondhatni elég elterjedt szakma, aminek most látjuk azt, hogy nagyon nagy a hiány szférája. Nem gondolom azt, hogy túlzó számot mondanék egy minimum 20%-os hiánnyal. Ha nézzük a szállítmányozással foglalkozó cégeknek a számait, illetve Magyarországon forgalomba helyezett kamionoknak a számát, az akár nagyságrendileg több, mint a 10 000-et elérhető is lehet. Bár a gazdasági válság után könnyebb támogatott környezetben új eszközöket szerezni, a kamionosok inkább külföldre mennek dolgozni a jobb fizetésért. Itt komplex megoldásra kell törekedni. Nyilván az összefogás az alapja mindennek. Az fontos, hogy akárha csak a fuvarozók tekintetében nézem, hogy hogy tudjon többet adni, vagy hogy tudja jobban kitermelni azt a terhet, ami ilyenkor mondjuk egy fizetés esetén őt terheli, és üzemeltetni és fejleszteni a gépparkját, akár a Magyarországon jelenleg megengedett ösztömegnek a növekedésével mernénk kalkulálni, ez mondjuk legyen a németországi példa, ahol 10%-kal magasabb lehet az ösztömege a járműnek. Az osztályvezető szerint az állami sofőrképzés fontos, de úgy véli, jobb lenne a tanfolyami oktatás helyett hivatásos sofőröket képezni. Közel 2000 fiatalkorú és több mint 600 gyermekkorú eltűnése miatt folynak regisztrált hatályos körözések a rendőrség április 10-i adatai szerint. Az elmúlt években folyamatosan nőtt az eltűnt és elcsellengett gyermekek száma Magyarországon. Ennek egyik oka lehet az is, hogy egy friss hazai felmérés alapján egy átlagos magyar család naponta mindössze 7 percet beszélget a gyermekével. 1979. május 25-én rejtélyes körülmények között eltűnt egy 6 éves New Yorki kisfiú. Ő volt az első nyomtalanul eltűnt kisgyerek, akinek az arcképét teljes dobozokra nyomtatták. A nyomozásban több száz rendőr vett részt eredménytelenül. 2001-ben lezárták, majd 2010. május 25-én újra megnyitották az ügyet. Az eltűnése után 38 évvel, vagyis 2017-ben derült fény arra, hogy Ethan Petz bűncselekmény áldozata lett. Gyilkosát tavaly ítélték el. 2002 óta Európa több országában is megemlékeztek a kisfiú eltűnésének napjáról, majd 2004-ben az Európai Föderáció felhívása által május 25-e világszerte az eltűnt gyermekek napja lett. Magyarországon ehhez a naphoz kapcsolódva jött létre az Ezer lámpás éjszakája nevet viselő kampány. Alapvetően az Ezer lámpás éjszakájának a célja az, hogy felhívjuk a társadalomnak a figyelmét a csellengés veszélyeire, a prevenciónak a fontosságára, és arra, amit egyébként nagyon sok magyar ember nem tud, hogy milyen sokan tűnnek el Magyarországon fiatalkorban. 2011 óta fut az Ezer lámpás éjszakája, és mi azóta kérjük le az ORFK-tól minden évben ugye a friss statisztikai adatokat. Amióta az Ezer lámpás éjszakáját én szervezem, azóta az eltűnt fiatalkorúakra vonatkozó adat 10.400-ról 19.000 főre emelkedett. Ez azt jelenti szerintem, hogy van létjogosultsága annak, hogy ez a program folytatódjon. Az eltűnéshez vezető okok változatosak. Az egy-két napon belül előkerülő gyerekek esetében a játékba való belemerülés, a kalandvágy vagy valamilyen apróbb sértődés, veszekedés vezet a szökéshez.
Azoknál a gyerekeknél, akik több nap vagy hét után térnek vissza családjukhoz, többnyire az elhanyagoltság, a nyomasztó családi légkör lehet a háttérben. Ezek a gyerekek nem kalandra vágynak, hanem nyugalomra, biztonságra. Az elcsatangolásuk gyakori oka a félelem is a tanulmányi eredmények miatti felelősségre vonástól. Az eltűntként körözött gyerekek 40-50%-áról derült ki, hogy iskolai kudarcok miatt indult neki a nagyvilágnak. Nem véletlen, hogy bizonyítványosztás idején az átlagnál több eltűnést regisztrálnak a hatóságok. A legveszélyeztetett korosztály ugye a csellengés szempontjából, meg a gyermekeltűnés szempontjából az a 14-16 év közötti korosztály, és azon belül is a kislányok. És sokukat ugye például prostitúcióra kényszerítik. Nem feltétlenül Magyarországon, hanem mondjuk elviszik őket külföldre, elveszik a személyes okmányaikat, és ott dolgoztatják őket. Egy nemrég elkészült statisztika szerint egy átlagos magyar család naponta 7 percet tölt azzal, hogy beszélgetnek a gyerekekkel. Ez körülbelül 2 zeneszám végighallgatásával eltöltött idő. A szakemberek szerint ezen szeretettel és odafigyeléssel lehet változtatni, így csökkenthető az eltűnt gyerekek száma. 450 millió forintból készül el az a mobil applikáció és a hozzátartozó internetes szolgáltatás, amely az autisták mindennapi, akadálymentes életét támogatja. A program segíthet a pénzkezelésben, az időbeosztásban, a hivatali ügyintézésben, az önálló közlekedésben vagy a munkakeresésben is. A Data névre keresztelt projektet most a Nyíregyházi Csodavárban ismerhették meg az érdeklődő szülők, szakemberek és közszolgáltatók. Az applikáció nem egy csodaszer, de egy hasznos eszköz lehet a hétköznapi akadályok egy részének leküzdésében, a szolgáltatások eléréséhez, az önállóság és függetlenség növeléséhez. Már elkezdődött a Data alkalmazás fejlesztése. A mobil applikáció és a hozzátartozó internet alapú szolgáltatás célja, hogy segítse az autista gyermekek és felnőttek mindennapi életvitelét. A projekt kidolgozását idén januárban indította 450 millió forint kormánytámogatással az Autisták Országos Szövetsége az ELTE munkacsoportjával közösen. A program nagy előnye, hogy egységes rendszerben, de egyéni igényekre szabható támogatás állítható össze. Az autista személyek a családtagjaikkal és a szakemberekkel együtt dolgozhatják ki a szükséges segítséget. A program segíthet az autizmussal élőknek többek között a pénzkezelésben, az időbeosztásban, a hivatali ügyintézésben, az önálló közlekedésben vagy a munkakeresésben is. Ez egy önállóságát segíti, ami más normál embereknek ugye nem probléma elmenni mondjuk a boltba, befizetni egy csekket, akár még fogatmosni is, tehát autizmusban a maga a folyamat összerakása probléma. Ezeket mind tudja segíteni egy vizuális folyamatábra, például ahogy az IKEA-ba, ha elmentünk egy összeszerelési útmutatót, hogy kapunk lépésekre bontva, az autistáknak ez éppen úgy segítséget jelenthet. Az autistákat segítő új rendszert az ország több pontján mutatják be. Az egyes állomásokon az érintett személyek, családtagok és szakemberek megismerhetik az alkalmazás előnyeit, illetve tapasztalataikkal segíthetik a program fejlesztését is. Nyíregyházán a Csodavár Fejlesztő Központban tartottak bemutató rendezvényt. Tulajdonképpen még el se kezdődött a fejlesztés maga, mert fel szeretnénk mérni, hogy tényleg a gyermekeknek, az autizmussal élőknek milyen igényei vannak, mik azok a konkrét példák, amiket be kell építenünk ebbe az applikációba, hiszen ez egy keretprogram lesz. Nyilván lesznek az alapvető naptár funkciók, a folyamatábrák, akár térképes, udvaigazító dolgok, de hogy tényleg milyen igényei vannak, az csak maguk az érintettek fogják tudni megmondani. A fejlesztők szeretnék elérni, hogy a Data mobil applikáció 2019-ben nyilvánosan elérhető változatát minél többen letöltsék és kipróbálják, folyamatosan teszteljék a fejlesztést és visszajelezzenek a felhasználhatóságáról. A nyilvános tesztelésbe a családok bármikor bekapcsolódhatnak. Az Autisták Országos Szövetsége az applikáció teszteléséhez a bekapcsolódni kívánó, de okostelefonnal vagy tablettel nem rendelkező családok számára 300 darab eszköz biztosít. Minden hatodik magyar gyermek külföldön születik, hangzott el az LMP pénteki sajtótájékoztatóján. Az elmúlt években jelentősen megugrott, statisztikák szerint harmadával nőtt a külföldön született magyar gyermekek száma. Borsodban és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összességében 2%-kal csökkent a magyar lakosság száma. Bár Nyíregyházán jelenleg stagnál az elvándorlás, a környező nagy településeken ez továbbra is problémát jelent. Szoboszlai György, az LMP országos elnökségi tagja szerint, ha ez így folytatódik, egy egész generációt fogunk elveszíteni.
a vidéken élő embereket, nem csak szavazóbázisnak, szavazó tömegnek, a szavazóurnákhoz elterelendő ugye, tömegnek kell tekinteni, hanem ténylegesen oda kell figyelni a problémájukra, meg kell oldani egyre kilátástalanabb léthelyzetüket, és fel kell emelni őket, nem szabad hagyni, hogy milliók legyenek az útporában hagyva. A kormány annak idején azt ígért, hogy senkit nem fog az útszélén hagyni, ez már elmondható, hogy nem így van. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megalakulása óta változatlanok voltak a kötelezően befizetendő tagdíjsávok, ezek módosításáról a legutóbbi küldött gyűlésen döntöttek. Az arányosabb teherviselés és az átláthatóbb, egyszerűbb tagdíj struktúra kialakítása érdekében az eddigi 11 helyett mindössze 7 tagdíjsáv lesz. A küldött gyűlés újabb tagdíjbevallással és fizetéssel összefüggő kedvezményekről is döntött a legutóbbi ülésén. Ennek értelmében 2 héttel, augusztus 15-ig meghosszabbodik a tagdíjbefizetési határidő. Az új tagdíjbefizetési rendszer legalsó sávjának határa változatlan marad, ahogy a tagdíj maximuma is. A módosítással a tagok közel 85%-ánál a tagdíj mértéke nem változik, és mintegy 9%-uk fizet majd kevesebbet. A 11 sávból elfeleztük ezeket a sávokat, és sávokat vontunk össze. A 2000 forintot tagdíjat fizetőknek marad a 2000, illetve többen esnek abba a kategóriába most már, hogy 2000-et fizetnek, illetve a összességében, ha azt mondanánk rá, akkor 85-90%-a egy kedvező fizetési helyzetbe kerül bele, illetve akik eddig a legmagasabbat fizettek, azoknak se fog nőni. A tagdíjkedvezményre jogosító igazoló dokumentumok ezentúl nem csak a bevallással egyidejűleg, hanem azt követően 1 évig benyújthatók lesznek, illetve tagdíjfizetésre vonatkozó halasztás vagy részletfizetés bármikor igényelhető lesz, nem csak a tagdíjbevallásakor. Az esős időjárás kedvezett a gombatermésnek, így már a megyében is elkezdődött a gombaszezon, ám ennek tetőzése július-augusztusra tehető majd. Az erdőkben és a mezőkön felelhető gombák jelentős része mérgező, éppen ezért a szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy mindenképpen vizsgáltassuk meg a magunk által összegyűjtött gombákat. Amire figyelni kell, az általában meghatározó az is, hogy van egy ilyen kígyóbőr mintázata a szárának, van egy nagy bocskora, és fehér lemezei vannak általában mindig a nagyőzlábnak. Ezekről a tulajdonságokról lehet felismerni a nagyőzláb gombát. Ez a gombafajta általában júniustól terem. Azonban számos más gomba már megtalálható az erdőkben és a mezőkön. Az esős időjárás kedvezett a gombák növekedésének, így már a megyében is tart a gombaszezon, bár még csak az elején tart, júliusban és augusztusban lesz a csúcspontján. Igazából a gombaszezon már márciustól indul a kucsmagombával, és utána pedig már jön a csiperkegomba, szegfűgomba, őzlábgomba, vargánya, rókagomba, tehát így indul a szezon. Igazából márciustól indul a szezonja a gombának. Ő a gyilkos galóca, őt össze lehet keverni a csiperkegombával, akár vagy a csegettyűgombával. Könnyen összetéveszthető a mérgező gomba az ehetővel. A gyilkos galócának bár jellegzetes kinézete van, mégis sokan szedik le és viszik be a nyíregyházi gombaállomásra. Ez a jobbik eset, mondják a szakértők. A nyíregyházi gombavizsgáló állomáson bevizsgált gombák jelentős része, körülbelül a fele általában mérgező. Tudás Roland kiemelte, reneszánszát éri a gombagyűjtögetés, de érdemes figyelni, mit szedünk le, és a hazavitt gomba semmiképp ne kerüljön azonnal az asztalra. Igazából érdemes, ha már gombát elmegyünk kutatni az erdőben, érdemes egy jó könyvet megvenni, akármilyen boltban. A nagyon jó könyvben nagyon sok mindent megtudhatunk róla, akár a száráról, akár a lelőhelyekről, akár a gomba összetéveszthetőségről is. Tehát érdemes venni egy jó könyvet mindenképpen, és utána pedig minket megkeresni a gombavizsgálóban. A gombavizsgálás pedig egy ingyenes szolgáltatás, a megyében egyedül a nyíregyházi búzatéri piaszcsarnokban működik ilyen állomás, itt minden nap reggel 6 órától délután 1 óráig bárki megvizsgáltathatja az összegyűjtött és asztalra szánt gombáját. Minimális hátrány szedett össze az 5. helyről döntő párharc első meccsén a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a PVSK otthonában 72-69-es vereséget szenvedtek a hazaiaktól. A visszavágót kedden 18 órától rendezik a Continental Arénában.
A szezon utolsó előtti meccsén lépett pályára Pécsen a Nyíregyháza Blue Sharks. Az alapszakaszban idegenben hosszabbításos vereséget szenvedtek a cápák, viszont hazai környezetben és a HEP kupában legyőzték a baranyaiakat Nagy Krisztiánék. A vendégektől hiányzott a sérült Busz Iván és Olá Zoltán. Az első negyed a nyíregyháziaknak sikerült jobban, 10 perc játék után 6 ponttal vezetett a Blue Sharks. A második negyed a hazaiaké volt, akik így 2 pontos előnnyel vonulhattak pihenőre. Újabb 10 perc játékot követően 5 volt közte, és mivel a záró negyedben a vendégek 2 pontot faragni tudtak hátrányukból, a visszavágó szempontjából biztatónak mondható 3 pontos vereséggel zárták a párharc első felvonását a kék cápák. A bajnokság legszebb támadásával nyitottuk a mérkőzést, és ez meg is adta az alaphangot az egész találkozóra. Úgy gondolom, hogy igazából kontrollálni tudtuk a különbséget, a távolságot a két csapat között. Egyszer volt talán 9 pont, az egy picit soknak tűnt, de szerencsére akkor is vissza tudtunk kapaszkodni. És a végén mi vezettük az utolsó támadást, hogyha ez egy rendes bajnoki mérkőzés, akkor másképp fejeztük volna be, de itt az utolsó támadásnál az volt a cél, hogy ne kapjunk már vissza támadást, és az utolsó pillanatban próbáljunk meg. Mi kosarat szerezni sajnos ez nem sikerült, így maradt a 3 pontos különbség. A nyíregyháziak a visszavágón szeretnének legalább 4 ponttal nyerni. Egyrészt azért, hogy megszerezzék az 5. helyet, másrészt pedig a szezon záró meccsén is szeretnék kiszolgálni szurkolóikat. Köszönöm szépen a közönségünknek. Úgy gondolom, hogy egész évben mellettünk álltak és nagyon sokan támogattak minket. Ez mindenképp fontos volt. Remélem, hogy jövőre is itt lesznek, de előtte még ezen a keddi mérkőzésen bízom benne, hogy egy szép játékkal tudjuk majd lezárni az évet. A Nyíregyháza Blue Sharks PVSK mérkőzés kedden 18 órakor kezdődik a Continental Arénában. A találkozó szerdán 21 órától láthatják a Kölcsey televízió nézői. A 4. helyen fejezte be a bajnokságot a női kézilabda MB2 északkeleti csoportjában a Máté Szalkai MTK. A Vakarcs Krisztina által irányított együttes 12 győzelem mellett egy döntetlent játszott, és 5-ször szenvedett vereséget. A gólkirályi címet a Máté Szalkai Kis Brigitta szerezte meg 181 találattal. Címvédőként vágott neki a szezonnak a Máté Szalkai női kézilabda csapat, amely az őszi idényt 7 győzelemmel, 1 döntetlennel és 1 vereséggel zárta. A Vakarcs Krisztina játékos edző által irányított együttes ezzel a teljesítménnyel az első helyen fejezte be a bajnokság első szakaszát. A téli szünetben a kapus Jurecska Kitti munkahelyi elfoglaltsága miatt, mint később kiderült átmenetileg, távozott a csapattól, és ez meghatározta az első tavaszi meccsek eredményeit. Kapus nélkül kellett dolgoznunk egy másfél hónapon keresztül, és ez nagyban látszott is az első mérkőzésen, és sajnos elvesztettük a hazai pályán a veretlenségüket, mert kikaptunk Ósz csapat ellen 1 góllal. Utána azt gondoltuk, hogy tudunk javítani, elutaztunk Vitka csapatához, és sajnos 0 kapus teljesítmény mellett itt is szintén 1 gólos vereséget szenvedtünk. De azt gondoltuk, hogy majd Hajdúböszörmény ellen tudunk ismét javítani, de sajnos 1 fél időre volt elég, nagyon jó volt a csapatmunkánk, de szintén 1 gólos vereséget szenvedtünk. A szezon elején elszenvedett vereségek mellett az egyesület elnöke szerint az is nagyban befolyásolta a végső helyezést, hogy a végül 6. helyezett Ósztól mindössze 1 pontot tudtak elvenni. Az MMTK végül 3 28 pontos csapat mögött 25 ponttal a 4. helyen végzett. A bajnokság legeredményesebb játékosa is a Máté Szalkából került ki. Külön öröm számomra az, hogy a gólkirály Máté Szalka csapatából került ki. Kis Brigitta 181 gólt lőni azért egy ilyen mezőnyben azért ez jelentős. Ugyanakkor még a statisztikákat egy kicsit vizsgálva, 10 olyan játékosunk volt, aki 40 gólhoz, 50 vagy 60 gólhoz közeli gólokat ért el a bajnokság folyamán, ami azt jelenti, hogy egyenletes teljesítmény nyújtott ez a 10 ember. Természetesen a 17 fős keretben voltak fiataljaink is. A fiatalok közül 2-3 ember kiemelnék, a Demefővéreket, Deme Fandit és Barbit, akik az ifjúsági bajnokság gólövő listáján is elő vannak, és Tók Vivian, aki egy fiatal ifjú titán, aki még ifjúsági korú játékos, balkezes játékos, úgyhogy nagy értéke lesz ennek a csapatnak a továbbiakban. Jelen állás szerint 2 játékos, Jurecska Kitti és Móri Kata távozik a csapattól, a többiek maradnak, és néhány tehetséges fiatallal kiegészülve kezdik majd el a felkészülést a nyári pihenőt követően. Most pedig híradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Ingyenes sofőrképzéssel bővíti az állam a sofőrök számát a szállítmányozási szférában, de itthon továbbra is hiány van a kamionosokból. Az OFA támogatott programjában már 3600-an szereztek jogosítványt idén áprilisig. Az ágazatban jelentkező munkaerőhiány oka, hogy bár könnyebb támogatott környezetben új eszközöket szerezni, a potenciális munkaerő külföldre megy dolgozni.
Közel 2000 fiatalkorú és több mint 600 gyermekkorú eltűnése miatt folynak regisztrált hatályos körözések a rendőrség április 10-i adatai szerint. Az elmúlt években folyamatosan nőtt az eltűnt és elcsellengett gyermekek száma Magyarországon. Ennek egyik oka lehet az is, hogy egy friss hazai felmérés alapján egy átlagos magyar család naponta mindössze 7 percet beszélget a gyermekével. 450 millió forintból készül el az a mobil applikáció és a hozzátartozó internetes szolgáltatás, amely az autisták mindennapi akadálymentes életét támogatja. A program segíthet a pénzkezelésben, az időbeosztásban, a hivatali ügyintézésben, az önálló közlekedésben vagy a munkakeresésben is. A Datanévre keresztelt projektet most a Nyíregyházi Csodavárban ismerhették meg az érdeklődő szülők, szakemberek és közszolgáltatók. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták május 25-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket. Hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat internetes oldalunkon is elérik. Én köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, záporokkal. Légköri front nem éri el a térségünket, időjárásunkat döntően a Kárpát-medence felett lévő meleg, nedves, labilis légtömeg határozza meg. Az előttünk álló éjszaka sokfelé erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. Több helyen várható záporeső, zivatar. Helyenként felhőszakadás is előfordulhat. Az északkeleti szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, illetve viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 15 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható, több helyen számítani lehet záporesőre, zivatarra, helyenként felhőszakadás is előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Szombaton még erőteljes lesz a gomoly felhőképződés és több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Vasárnaptól többnyire napos, gomoly felhős időre számíthatunk, de szorványosan még előfordulhat zápor, néhol zivatar. A következő napokban kora nyárias, meleg időre van kilátás.